1985-ben történt a dolog, amikor Bodrogi Gyula hívására Debrecenből a Vidám színpadot szerződtem, melyben azért Straub Dezső barátomnak is a kezés benne volt, mivel hogy azért mellé kellett egy karakterben egy férfi, de erről gondolom majd ő fog mesélni. És egy nagyon édes műzikert mutattunk be, I Love My Wife, szeretem a feleségem, ami akkor a Vidám színpadon egy elég, hogy mondjam, a releváció volt, mert addig főleg idősebb és nagy nevű kollégák játszottak, és mi voltunk az első négy fiatal, Straub Dezső, Nyertes Zsuzsi, Mihály Marian és én, akik a hátunkon, mint később kiderült, közel 300 előadást játszottunk ebből a Szeretem a feleségemből, úgyhogy ez nagyon emlékezetes volt számomra.